Silány almatermés, a tavaszi fagyok és a nyári jégverés szinte teljesen tönkretette a gyümölcsöt. Ezt mondják a gazdák és a szakmai szervezetek is. Két keréken, 7 milliárd forint áll rendelkezésre kerékpárutak fejlesztésére a TOP keretében a megyében. Erről a közgyűlés elnöke beszélt egy nemzetközi bicikli túra kezdetén. A tavaszi fagyok és a nyári jégverés szinte teljesen tönkretette az idei almatermést. Ezt mondják a gazdák és a szakmai szervezetek is. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Közepes minőségű és alig lesz az idei gyümölcstermés. Étkezési almából akár hiány is lehet, a léalma ára pedig jelenleg azért alacsony, mert a sűrítményekbe a szokásosnál rosszabb minőségű alapanyag kerül be. Nem is nagyon maradt a fiatal ültetvényen alma, nagyon kevés. A nagykállói almás gazdákat is kár érte idén, még akkor is, ha itt nem volt jégverés, mint a szatmári térségben, ahol tönkrement az idei termés. A tavaszi fagyok nyomot hagytak az almán szinte mindenhol. A gyümölcs kezdeményeket abban az állapotban érte a hideg, amikor ugye már a csúcsvilágzáson túl volt, és a kis gyümölcs kezdeményét szépen megpörkölte a fagy, ugye. Az északkeleti régióban lehet a legnagyobb mértékű terméskieséssel számolni. Két évvel ezelőtt akkor rekordtermés születeltünk, ahhoz képest szerintünk olyan 30%-os termés mennyiséggel számolunk, és a mennyiség még nem takar mindent, mert minőségét tekintve is a fagytól, ugye fagyléces, meg perzseltes az almák, vagy pedig, hát mondjuk az időredek azok pedig nagyon, egy jó részük, ha az ember megvágja mag nélküli, tehát egyáltalán nem tárolható, csak ipari feldolgozásra alkalmas. Az országban körülbelül 500-520 ezer tonna termésmennyiséget várnak. A gyümölcs 65%-a Szabolcsban terem. Az Agrárkamara szerint is komoly gondok lesznek az étkezési almával. Jó minőségű hazai szinte nem is lesz a piacon. A megtermelt mennyiség csak léalmába kerülhet, aminek az ára jelenleg alacsony. Erről Rácz Imre, az Agrárkamara elnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. Az indulási ár egy ilyen 20 forint körül, vagy valamivel alatta lesz. Ez az indulási ár, arról őszintén elmondhassuk, hogy ez egy nem egy jó minőségű alapanyag, még a sűrítménygyártáshoz is, és ez az augusztus vége és szeptember elején indulnak meg majd azok a mik direkt sűrítmény rezisztens fajták, ami direkt erre lett eltelepítve, akkor várható, hogy a léalmának az ára kialakul. Én nagyon remélem, hogy felfelé fog elmozdulni, amikor már minőségi alapanyag fog bekerülni a sűrítményüzemekbe. Sem a fiatal ültetvényeken, ahol több lehetne az első osztályú alma, sem pedig az idős ültetvényeken nincs haszon, mondják a gazdák. Gondolkoztam az idejében, hogy mivel most ebbe az évben volt pályázat ültetvény telepítése, hogy próbáljak technológiát váltani, tehát modern ültetvény telepíteni, de olyan hatalmas a bekerülési költsége, illetve az uniós támogatás sem olyan mértékű, mint ahogy a kiírásban volt, gondolok itt az öntözésre, hogy az öntözés az sajnos nem támogatja az unió, legalábbis a mi térségünkbe, hogy nem mertem belevágni. A régi ültetvények akár 50 tonna hektáronkénti termést is hozhattak volna, ha nincs ez az időjárás, tette hozzá a nagykállói termelő. A gazdák emellett attól is tartanak, hogy az árakat a nemzetközi piaci viszonyok nagyban befolyásolják majd, hiszen, mint ismeretes, az olcsó lengyel alma idén is elárasztotta a hazai piacot. 7 milliárd forint áll rendelkezésre kerékpárutak fejlesztésére a terület és település fejlesztési operatív program keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Erről a közgyűlés elnöke beszélt egy bicikli túra kezdetén Nyíregyházán. A Zöldkerék Alapítvány szervezésében egy 35 fős csapat indult útnak, hogy 3 nap alatt 4 országban is tekerjenek. A 4 határon át túra egy országos program része, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordinál. Várakoznak a biciklisek a Kossuth téren. Innen indult péntek délelőtt a 4 határon át nemzetközi bringatúra. A jelentkezők nagy útra vállalkoztak, 3 nap alatt 4 országban is tekernek majd. Dobó István és Rákóczi Ferenc útján járunk, tehát elmegyünk Dobó Ruszkára,
tehát innen Nyíregyházáról 100 kilométert bringázunk, elmegyünk Dobóruszkára, onnan pedig Borsiba, Rákóczi szülőháza, szülőházához, és ott megkoszorozzuk az emlékművet, valamint Dobó István sírját is megkoszorozzuk. Ez egy nemzetközi program, ehhez csatlakoztak Szatmár Németiből a kézművesek céhe, egy civil egyesület, Beregszázból jönnek majd a turisztikai egyesülettől, valamint Szlovákiából Nagykövesről egy sportklub. A bicikli túra a kerékpárral hét határon át program egyik része, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordinál. Összesen 15 millió forint értékben támogatnak önkormányzatokat és civil szervezeteket. Összesen 40 rendezvény lebonyolításában segítenek. Tavaly 9 túrában több mint 1400 kerékpáros sikerült megszólítaniuk. Az apropóját az adta, hogy a kisméretű szállópor határértéke miatt kötelezettségszegési eljárás van Magyarország ellen és sok más tagország, EU-s tagország ellen, és ebben ennek a programsorozatnak a részeként indult el a nem motorizált közlekedést népszerűsítő programsorozatokhoz kapcsolódóan ez a kerékpáros program. A túra további célja a kerékpározás népszerűsítése, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése. A rendezvény megnyitóján a megyei közgyűlés elnöke hozzátette, erre a sportágra azért kell nagy hangsúlyt fektetni, mert a szórakozás mellett egészségmegőrző és környezetkímélő is. A területi operatív programban egy 7 milliárdos keret áll rendelkezésre kerékpáros fejlesztésekre. Igyekszünk az eddig meglévő kerékpáros utakat, kerékpárutakat összekötni és hálózattá fejleszteni. Mindannyian tudjuk már talán, hogy Toka és Nyíregyháza között elkezdődött a kerékpárútnak a megépítése, megszülettek a megfelelő döntések, és ehhez kapcsolódva igyekszünk a megye többi részét is bekapcsolni ebben a talán már mondhatjuk hálózatba, és ezáltal is népszerűsítve ezt a turizmus ágat. A péntek reggeli rajt után a biciklizők Nagykapos felé indultak. Az első napon összesen 100 kilométert teker a 35 fős csapat. A rendőrség július 25-én bűncselekmény hiányában megszüntette azt a nyomozást, amelyet ellenzéki politikusok indítottak a Temp Kórház beruházás onkoradiológiai épületének bontási munkáival kapcsolatban. Tájékoztatta a sajtóképviselőit Petneházi Attila Nyíregyházán. A fideszes országgyűlési képviselő azt mondta, az ellenzéki politikusoknak joga van véleményt formálni, de nincs joga beteg embereket riogatni és rémhíreket terjeszteni. Több mint felelőtlenség. Azt hiszem, hogy azért, hogy politikai tőkét kovácsoljak, ilyen szintre nem szabad eljutni. Ilyen mélységekben nem szabad eljutni, mert itt emberek életével játszanak, emberek életével szórakoznak, ami megengedhetetlen. Azt hiszem, és ez nem is szeretném, ha Nyíregyházán eluralkodna. Leander, citrom és gránátalma. Egykor ezek a növények nem bírták a magyarországi éghajlatot, ám ma már a szabadba ültetve is szépen fejlődnek. A klímaváltozás hatásairól hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Elszenvedte első bajnoki vereségét a Kisvárda Masztergúd. Révész Attila együttese a labdarúgó NB2 harmadik fordulójában 3-2-re kapott ki Szolnokon. A várdaiak vasárnap a Puskás Akadémia együttesét fogadják a várkerti pályán. Hazai pályán a békési SSK ellen kezdi a bajnokságot a Marsó Nyíregyháza. Az NB1B keleti csoportjában szereplő együttes a felkészülés második hetét zárta. A kék cápák a tervek szerint 10-11 edzőmeccset játszanak a szeptember 17-ei rajtig. Leander, citrom és gránátalma. Egykor ezek a növények nem bírták a magyarországi éghajlatot, ám ma már a szabadba ültetve is szépen fejlődnek. A klímaváltozás miatt jelentős átalakulásokat figyelhetnek meg még a laikusok is a növényvilágban. Erről a Nyíregyházi Botanikus Kert vezetője beszélt televíziónknak. Csabai Judit elmondta, a jövőben jóval kevesebb növényfajta lesz Magyarországon, és inkább a szárazságtűrő növények maradnak majd meg.
A 80-as évek elejétől intenzív melegedés kezdődött, ez az ábra az évi középhőmérsékletek változásának területi eloszlását mutatja 30 éves periódusban. Ennyi idő alatt térségünkben 1,7 Celsius fokkal lett melegebb, ez hatással van az ökoszisztémára is. Egyes felmérések szerint a fajok 30%-át a kihalás veszélye fenyegeti, az állatok és növények elterjedésének területe pedig megváltozik. A szárazságtűrő növények fognak inkább megmaradni. A tavalyi év erre nagyon jó példa volt, ugyanis nagyon-nagyon sok növény pusztult ki tavaly. Itt nálunk a botanikus kertben is, ha bár öntözés van, nagyon kevés növény bírta ki azt a tavalyi 4 hetes, nagyon meleg 35 fok körüli hőmérsékletet. A másik pedig az, hogy a biodiverzitás ezáltal csökkenni fog, tehát jóval kevesebb növő fajta faj fog élni az országba, tehát a változatosság fogja megsínyleni az éghajlati változásokat. A változások miatt egyre több trópusi növény érzi jól magát hazánkban, a botanikus kertben is szabad ég alatt növekednek a citromok, a leánderek szinte már-már minden magyar kertben megtalálhatók, és itt van a gránátalma is, amely eddig nem nagyon bírta a magyar éghajlatot. Már az ókori kultúrák is szerették és tisztelték, a szerelem növénye volt, a termékenységé, aztán a keresztény kultúrában a szereteté, az önzetlen szeretet növényévé vált. Nagyon szép bogyó termése van, ugye, amit bizonyos szerencsés országokban, ahol mennyiség is nő ebből a növényből, ott fogyasztják, ugyanis ezek az antociánok, amik benne vannak, ezek antioxidáns hatások, tehát nagyon-nagyon egészséges növényről beszélünk. És hát amellett gyönyörű virága van, tehát nagyon szép pirosas rózsaszín. Most, hogy nemesítik már dísznövényként, végtelen variáció áll rendelkezésre a virág színét és teltségét is tekintve. A kultúrnövényeknél az éghajlati változás, a tartósan magas hőmérséklet okozhat termésveszteséget is, különösen akkor, ha az vízhiánnyal párosul. Öntözéssel azonban sokat lehet segíteni, hogy a kultúrnövények jobban viseljék a magasabb hőmérsékletet. Második alkalommal adott otthont Nyíregyháza a Görkapocs Fesztiválnak. A rendezvény célja, hogy megismerjék az emberek, mi tartja össze a görög katolikus hívőket. A rendezvényen az egyházmegyék intézményei és iskolái is bemutatkoztak. A Hajdúdorogi Egyházmegye már 5. éve szervezi az ifjúsági gyalogos zarándoklat kiegészítő programjaként a fesztivált. Minden évben más városba látogatnak, ezúttal ismét a Szabolcsi megyeszékhelyre várták az érdeklődőket. Itt a mi létszámunkhoz képest azért nagyon jó az a 1500 fiatal, akikkel együtt imádkozunk, hajnalban, reggel imádság, és utána este is, napközben, zarándoklat közben szintén szertartást végzünk, és hát persze van mindenféle egyéb ének is, meg program is, hát egyebek között ez a Görkapocs is, tehát megszólíthatók, és igazából hiszem azt, hogy az igazi értékekre jobban kíváncsiak az értékes gondolkodású fiatalok. Hát azért azokból is rengeteg van itt a téren. Elszenvedte első bajnoki vereségét a Kisvárda Masztergúd. Révész Attila együttese a labdarúgó NB2 harmadik fordulójában 3-2-re kapott ki Szolnokon. A várdaiak vasárnap a Puskás Akadémia együttesét fogadják a várkerti pályán. Két győzelem után kapott gól nélkül 3 pontért utazott Szolnokra a kisvárdai futballcsapat. Ehhez képest a hazaiak az első fél időben 2 gólos előnyt szereztek, sőt a meccs 2/3-ánál már 3 góllal vezettek a tiszapartiak. A vendégek nem adták fel, a csereként beálló Rajci 5 perc alatt 2 gólt is lőtt, de hiába egy kapuzott a Várda, a hazaiak otthon tartották a 3 pontot. Elég fáradt tompa csapatként léptünk pályára, és ez meglátszott az első fél időben főleg. Ennek ellenére a Szolnok ragyogóan lezárta a területeket, nem tudtunk kezdeményezni, nagyon szűk volt a lehetőségünk, és egy kapusztunk, és hát milyen a sors, ugye egy-két ilyen kontraellentámadásból abszurdon dekoncentráltan a védelmünk, olyan egyéni hibákat követtünk el a védekezésbe, egyénileg is, ami ilyen szinten megengedhetetlen, és ezen természetesen elgondolkodtunk, meg el kell a csapatnak is gondolkodni, hogy ilyen gólokat nem szabad kapni rá, ugye gólra gólt kaptunk, és ez nagyobban befolyásolta az egész mérkőzés alakulását.
A forduló további eredményei a következők: Budaörs Békés Csaba 1-0, Soroksár Sopron 0-3, Dorog Vác 1-2, Grosics Akadémia Csákvár 1-2, Balmazújváros Szeol 2-0, Siófok Mosonmagyaróvár 2-1, Kozár Misleny Puskás Akadémia 2-1 és Nyíregyháza Spartakusz Zalaegerszeg 1-1. A tabella élén a 9 pontos Balmazújváros áll, megelőzve az egyaránt 6 pontos Grosics Akadémiát, Kisvárdát, Sopront, Szolnokot és Siófokot. A Kisvárda vasárnap a Puskás Akadémiát fogadja. Egy jó mérkőzés lesz, az abban biztos vagyok. A játékban pedig hát kellő javulás is lesz részemről, úgy ítélem meg, már a mostani állapot szerint is, és azért egy nappal több pihenő idő van most azért a szerda és a vasárnapi mérkőzés között is, az is sokat jelent. Hát azt úgy ítélem meg, hogy azt a játékot, amit a hétvégén nyújtottunk a hazai pályán, azt kell megismételnünk, és azzal eredményesek fogunk lenni. A Kisvárda Puskás Akadémia mérkőzés vasárnap 17 óra 30-kor kezdődik a Várkerti pályán. A további párosítása következő: Mosonmagyaróvár Nyíregyháza Spartakusz, Cigánd Balmazújváros, Szeol Budaörs, Békés Csaba Soroksár, Vác Grosics Akadémia, Siófok Kozár Misleny, Zalaegerszeg Dorog, Csákvár Cegléd és Sopron Szolnok. Hazai pályán a békési SSK ellen kezdi a bajnokságot a Marsó Nyíregyháza. Az NB1B keleti csoportjában szereplő együttes a felkészülés második hetét zárta. A kékcápák a tervek szerint 10-11 edzőmeccset játszanak a szeptember 17-ei rajtig. Bár még mindig a fizikai felkészülésen van a hangsúly, a labda is egyre nagyobb szerepet kap a Marsó Nyíregyháza edzésein. A felkészülés második hetét záró kosarasok játékos kerete a kezdéshez képest még tovább fiatalodott, mivel az egyaránt 16 esztendős Mokánszki Máté és Sitku Márton is csatlakozott az NB1B rajtjára készülő csapathoz. Így többségében vannak azok a játékosok, akik számára mind a felnőttek közötti edzés, mind a helyszín újdonságnak számít. Én remélem, hogy motiválja őket. A környezet az, azt hiszem, hogy szenzációs, és nem az országban jelentene csak egy magas színvonalat, hanem szerintem Európában is magas színvonalú csarnoknak mondható ugye a környezetünk. De szeretnénk még ezen javítani. Szeretnénk, hogyha a kondicionális edzéseket is tudnánk majd itt tartani a csarnokban. Ehhez a felszereléseket még meg kell vásárolni. Dolgozunk azon, hogy ez is meglegyen, és még jobb körülmények legyenek. A srácoknál pedig, visszatérve a fiatalokra, igazából évek óta az lenne a cél, hogy azok, akik nyíregyházi utánpótlásban kosárlabdáznak és itt fejlődnek, valamikor láthassák azt a lehetőséget, hogy bekerülnek a felnőtt csapatba. Ez, amíg átcsoportos volt, próbáltuk már akkor is megoldani, de akkor természetesen nehezebb. Hát, ha most acélosabb, hát, ha most egy picit jobban be tudnak illeszkedni, és egy idő után elindulhat ez a folyamat, hogy a felnőtt csapat valóban a sajátjának érzi az utánpótlás csapat is. A csapatkapitány Nagy Krisztián számára is szokatlan, hogy a keret zömét nála több mint 10 évvel fiatalabb játékosok alkotják. Ez most egy új szituáció nekem is, hogy a B-osztályban nincs egy légiós játszat, mi még sajnos nem találtuk meg, de úgy hallottam, hogy a vezetőség rajta van, hogy érkezzen légiós játékos is. Igen, abszolút korelnökként nekem ugye példát kell mutatni, és nekem kell diktálni azt a tempót és azt a ritmust, amit ugye a fiatalok követhetnek. Úgy gondolom, hogy egyelőre megtesszük, amit tőlünk telik, jól megy a munka, úgyhogy remélem, hogy eredménye is lesz. A héten elkészült a szövetségben az NB1B csoportbeosztása és sorsolása. A keleti csoportban a nyíregyháziak mellett a Debrecen, az Eger, a Tiszaújváros, a Nagykőrös, a Budapesti Honvéd, az Óbudai Kaszások, a Miskolc, a Hódmezővásárhely, a Salgótarján, a MAFSZ második csapata és a Békési SSK szerepel. A kékcápák szeptember 17-én hazai környezetben a békésiek ellen kezdik a bajnokságot. Addig a tervek szerint 10-11 edzőmeccsen lépnek pályára Nagy Krisztiánék. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A tavaszi fagyok és a nyári jégverés szinte teljesen tönkretette az idei almatermést, ezt mondják a gazdák és a szakmai szervezetek is. Közepes minőségű is alig lesz az idei gyümölcstermés. Étkezési almából akár hiány is lehet. A léhalma ára pedig jelenleg azért alacsony, mert a sűrítményekbe a szokásosnál rosszabb minőségű alapanyag kerül be.
7 milliárd forint áll rendelkezésre kerékpárutak fejlesztésére a terület és település fejlesztési operatív program keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Erről a közgyűlés elnöke beszélt egy bicikli túra kezdetén Nyíregyházán. A Zöld Kerék Alapítvány szervezésében egy 35 fős csapat indult útnak, hogy 3 nap alatt 4 országban is tekerjenek. A Külcsei Televízió híradóját látták augusztus 12-én pénteken. A hétvégén heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják, friss hírekkel legközelebb pedig hétfőn este jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, egy örvénylő ciklon meleg frontja vonul át a Kárpát-medence felett. Éjjel eleinte gomoly felhős idő várható, és néhol futózápor is előfordulhat. Éjszakára kiderül az ég. Az északi, majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben átmenetileg megnövekszik, majd estétől csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű. A nyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Vasárnap még alapvetően napos időre van kilátás, a gomoly felhőkből csak néhol északkeleten valószínű kisebb csapadék. A jövő hét elején már több lesz a felhő, és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok, de marad a mérsékelten meleg idő. A hét közepén ismét szárazabb időre lehet számítani.